Bonjour, bonjour, arany drága követőim és rajongóim. Szeretet, ne grasszálj az utcán, Erzsikém, hát ne hülyész. Szeretettel üdvözöllek titeket, ugye? Március 80, anyukám, a nemzetközi nőnapot ma tartsuk, csak én már tegnap beindítottam az egész hadműveletet. Úgyhogy most kézzelem, most rannok be a sasprontba, mert akarok, tudod, az Ancsának is, ugye, az én drága Kabel Ancsámnak is akarok egy nőnapi köszöntést, mert ugye ma nincs a kibeszélbe, fog megint menni a puposzkodás, hogy ki van a jelmez alatt, de olyan idegben vagyok emiatt, hogy ki van a jelmez alatt, mert írom a neveket, gondolkodom, ki az Isten, nyomozok, ugye a teljes nyomozásban vagyok. Na de ugye nem csak őt, hanem Jutkámat is, ugye azaz Judit, őt is be akarom kóstolni egy jó csokor virággal, mert tegnap mindegy, csak az, tehát nagyon durva, mert hogy hát gondolok, ködbéres a titoktartás, hogy senki nem akarja elárulni. Mondom, de nem tudsz valakit, hogy ki lenne a virág, vagy az ő alatt tudom. Mondom, fizetnők is. Hát, tudod, Ancsa úgy meg akarja nyerni a műsort, haláli. Hallod, ezt nézd meg, hogy teljes idegbe kerül, hogyha nem találjuk ki, mi arról szólna, és akkor őrjön nekem, hogy mondja ott mellettem ül, és mondja, nem érted, hogy vezetnek? Előrébb vannak, mint mi. Mondom, jó van, Ancsám. Calm down, por favor, hát take it easy, nem lesz semmi. Na mindegy, óriásiba vagyunk, úgyhogy ja, és en plus, j'ai complètement oublié, attends, hogy emellett ugye, vagy ahogy mondhatnám, ez mellett, mert szeretem az ilyen kis nyelvi vissza, ez véget, ez mellett, ugye, hogy beindultunk a nőnapra, meg itt a tavasz, tudod, nem mondom, taka. Ne felejtsük el, arany drága követő, rajongó, bekövető, lekövető, kikövető, ne felejtsük el főköszönteni ugye a mai napon a zoltánokat. Most így rettenetesen sok zoltán van, például itt van a Rátonyi Zoltán, Ámegy, akit szeretettel be akarok köszönteni, a Grácer Zoltán, akivel együtt gyerekeskedtem, a Kárpáti Zoltán, jó, ez már nem él, az a Jókai regényben volt, de itt, ja, itt van az Ambrus Zoltán, ugye, aki, hát az is a főnököm, hát azt nem is mondtam, az Ambrus, ő a Nordcampnek a feje. Fi, anyukám, annyi fejes van már körülöttem. Akkor itt van a Herceg Zoltán, azt is fő kéne köszöntenem. Akkor itt másik csapatban fociznak, az össze négyen vannak, hát egyesem egyik jobb, mint a másik. Van köztük kosara. Na mindegy, hagyjál már. Akkor van a Lórán Zoltán, ugye azt is föl kéne köszönteni. Ki van még olyan Zoltán? Hát ilyen rengeteg van. A Huider Zoltán, az meg a tévébe valamelyik csatornán, az is, azt is köszönöm. A Gáldi Zoltán, azt meg nagyon cipálom, Arany Zolikám, neked is boldog névnap. Figyelj, én nem tudom, Magyarországon ezt úgy imádják ezt a nevet, hogy Zoltán Gábor, édesem, azt adják mindenkinek Hinunther, tehát hogy az így jön veled szembe. Ugye? Hát meg néha az Andris, de nem, inkább a Zoltán meg a Gábor, mindig ezzel rögök a külföldi barátaimmal, hogy everyone, I mean, in Hungary, everyone calls Zoltán and Gábor, mondom, of course, everybody's Gábor and Zoltán in this country. Úgyhogy, drága édes Zoltán, na úgyhogy őket akkor, édes drága Zoltánok, sok szeretettel köszönöm, ja, még a Kecskeméti Zoltán is fel akarom, ezt is nagyon cipál, ez a Jókani egyébként. Aj, de jó, hogy férfi névnapnál a nők napján, te olyan boldog vagyok ettől. Most mi lenne, ha Erzsébet nap lenne, az anyja úristen, hogy köszöntem nőnapkor az Erzsébeteket is, en plusz. Így legalább köszöntek jó pár jó kis kanit, plusz a nőket, drága aranykövetőim és rajon. Hova megyek? Ja jó, jó felé megyünk, taka. Mit akarok még meg? Kír két szó, tojáslikör, bombon, és akkor talált ki, hogy ki van a maszk alatt, oké, okay. Óriási segítség, köszönjük szépen. Na mindegy, de hát ha te rájössz valamire, küldjél nevet, jó? Tehát írd oda, mit tudom én, jön a hely. Úgyhogy édesanyám, figyelj már ide, anyukám, csapatmunka, csapatszellem, cilatím, így összekapaszkodva, érted? Nem azért vagyunk 156 ezeren, érted itt a izébe, cilaőrületbe, hogy te ne segítgessél nekem, amikor ott feszülök a műsorba, érted? Íze jobbról a Majka ordít, balról az Ancsa, leolt néha engemet a hajós,
bekóstol a gangsta, te meg ülsz halál nyugodtan, és azt mondja, Nancy, most okosítsák, ki van a jelmezre. Kapcsolódj be, jó? Könyörgöm, segítsél. Jó? Úgyhogy ma estétől, mi tudom én hánytól, aztán 18.40-től nincsak ki vagyok, be puposítok megint, kamem, olala. Ja, olyan szettet raktam össze, azt mondja, hogy anyukám, ami gyönyörű Budapestünk, nézed meg, a budai vár, a Duna, a parlament, anyukám. Jaj, figyelj már ide, nagyon-nagyon kedvesen, köszönöm, hogy mindegyik követő rajongó van olyan kedves megmondani nekem, hogy a Zoltánt, a Zana Zolit, ugye a gangstát Zoltánnak hívják, ne felejtsd el, köszi szépen, kézzed el, most nagyon meg foglak lepni, és kapaszkodjál meg, tudtam. Esküszöm a élő Isten, hogy nézek ki, nézd meg a budai várat, meg a Lánchidat, a Széchenyit, olyan szép, jaj. Na hát anyukám, ha összejön a lottó, akkor ezekbe akarok valami lakást venni magamnak. Úgyhogy figyelj, teljesen azon vagyok, hogy, meg kell nyernem a lottót, érted? Tehát ennyi, nem látok más jövőképet jelenleg, érted? Vagy még az lehet, hogy Mészáros Nécila, ugye? Hát még ebben látok valamilyen lehetőséget. Ó, lottó, hagyjad már. Hát képzeld el, hogy a Máté küzdősportban, Aranymár Kertész Máté, kihívott valakit, most majd Osztravába, vagy hol Csehországba megy a pupos, várjál már gyerekem, mert tiszta, vérzik a feje, nyád úr istenét, nem te jó ég. Megy a puposítás, úgyhogy nagyon szurkoljunk a Máténak, érted, hogy leüsse. Jaj, borzasztó, hogy mindig el akarok menni a meccsekre, hogy de teljesen ki vagyok, hogy ezek összeverik egymást. Legszeresebben fölpattan, ne bánts már, hát már nem látod szegényt. Tehát... Mert jó van aranykövető, hát ne haragudjál, sokat nem ért, már rohanok a tévében. Sokat nem ért, hogy hogy mondtam, hogy ne írogassál, hogy a gangstát is köszöntsed föl, mert névnapja van, mert megőrülök, hogy mindenki megírja, hogy Zoli egyébként. Ja, Zoli. Na. Hát anyukám, olyan izébe voltatok az én drága, az Ambrus Zolit köszönjük föl, tudod, a főnököm a Nordkenbe. Anyukám, olyan izébe voltatok berendelésbe az oklim, nem meg se várjátok, hogy az én saját kollekcióm kijöjjön, kammem. Na mindegy, úgyhogy képzeld el, hogy besírta Nordkamp, valami ott kvalifikálódott teljes őrületbe. Ugye képzeld el, hogy besírt a rendszer, és azt mondja, hogy kész, kedvezménynek taka. Úgyhogy most fölhívtam a Zolit, te mondom, figyelj már névnapos. Te mondom, majom. Hát most átúrod a követőt, rajongod, bekövet. De azt mondta a Zoli, figyelj, de Cilla, mondd meg a követőknek, rajongóknak, bekövető, elkövető, zokni vevő követőnek, hogy szerdáig meghosszabbítja, azt mondta, ő vállalja ennek minden ódiumát, anyukám, szerdáig meghosszabbítja a kedvezmény akciót, és hogy ne haragudjál már. De figyelj, ha rám hallgatod, csináld ki idegibe, írjál rá. Ambrus Zoltán úgy hívják, majd mindjárt betegelem őtet is, meg a Nordki, szirogasszál. Szia Zoli, mi történt? Szia Zoli, boldog névnapot, mi ez az egész? Szóval kapd el, mint sárgát a nappalazozót, érted? Mert hogy tényleg, de jó fej volt, azt mondta, jaj Cilla, ne rúgjál már rám, tényleg, figyelj, szerdáig kitolom akkor ezt az egész akciót, mondom, toljad is, anyád úristenit, érted? Na úgyhogy ez van, ne lepődjél, mert irogasszál tényleg, csináljuk már ki közösen a Zolit, Arany Zolikám, taka, TV taka. Úgyhogy anyukám, most valami van ezzel a izével, tehát működik minden az oldallal, a Nordkempen, de hát mindegy, ott a MyBrandnél is volt ilyen anyukám, hogy hát tudod, a szájében vagyok, megint csak rövid új szájében. Ja, és hogy te működik minden, csak a kedvezménye van valami hülyesség, de most már beintéztem újra. Figyeljél már, és hogy nézzek, a Petinek, tudod, a MyBrandes Petinek, mondom, mi a gangsta kedvenc, fiai? Azt mondja, a vocska. Hát mondom, akkor vocskát fog kapni. Berontam, vettem egy ilyen előkelőt. Hű, anyukám, beluga, nem akármi. Ó, mondom, én ezt már lököm, a Russian vodka. Mondjuk a kedvencem az a Russian Standard, de hát az most nem kaptam, csak egyszer. Hát gondolható. Úgyhogy Zozót köszöntsük. Jézus, csak nem szabad kibontani a tévében, anyukám, mert akkor ködbér van, kész. Ránk vernek. Követőim, sajnos elefántot csúnyán ott hagyták a színpadon.
teljes idegbe került. Jó napot! Teljes idegbe kis társaimmal, ugye, kamám, mit nem mondja, szájé, piffanyukám.